Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Feljelentés az önkormányzati adománycsomagok miatt, a városvédők szerint súlyos szabálytalanságokat követtek el az ilyen szexárd tagjai. Zéró tolerancia, a borászok egy része enyhítene a szigorú szabályokon. Villámárvíz, pincék szakadtak be Tolnán a nagy esőzések miatt. Túlzsúfolt parkolók, Szexárd polgármestere szerint az ingyenes parkolás nem lehet jól működő modell. Feljelentést tesz Szabó Balázs, a szexárdi városvédők elnöke a helyi rendőrkapitányságon. A városvédő azt állítja, a koronavírus járvány idején az önkormányzat által kiosztott csomagok átadásakor súlyos szabálytalanságok történtek. Szabó Balázs azt mondja, az adományokat osztó éjjel szexárd tagokból álló szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottság nem tud elszámolni a várospénzén vásárolt adományokkal. Hétfőn tett feljelentést Szabó Balázs, a szexárdi városvédők elnöke a helyi rendőrkapitányságon. Szerinte az élelmiszercsomagok kiosztásakor súlyos szabálytalanságok történtek. Azt mondja, az adományokat osztó, kizárólag ilyen szexárd tagokból álló szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottság nem tud elszámolni a várospénzén vásárolt adományokkal. Ács Rezső szexárd polgármestere még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab 10 000 forint értékű tartós élelmiszert és vegyi árut tartalmazó csomagot oszt ki az önkormányzat szociális rendszerében szereplő 703 rászoruló között, és 300 csomagot az időközben vagy a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családoknak. A csomagok kiosztásának koordinálását és lebonyolítását az ilyen szexárd tagokból álló Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte. A szexárdi városvédők elnöke kikérte a jegyzőtől az adatokat, hogy kik és mennyi csomagot kaptak a város pénzén. Szabó Balázs most azt mondja, hogy az 703 rászorulóból 573-an kaphattak csomagot, legalábbis ennyien igazolták aláírásukkal az önkormányzat adományának átvételét. 130 fő az egészen pontosan, aki nem kapta meg ezeket a csomagokat, pedig alanyi jogon járt volna nekik, tehát azt gondolom, hogy itt óriási probléma van, illetve még kellene 327 nyilatkozattétel az ÉSZ frakciótól, illetve a SZEKÖV-től, mivel a törvény azt írja elő, hogy aki csomagot igényel, az nyilatkozattételben meg kell ezt tegye, hát várva várjuk akkor, hogy megmutassák a lapjaikat a képviselők. A városvédők elnöke szerint ráadásul nem csak az adományosztás törvényi előírásainak nem tettek eleget az ilyen szexárd képviselői, hanem a csomagok osztását még kampánycélokra is felhasználták. A mi problémánk az jelen pillanatban az, hogy a mi véleményünk szerint kampánycélra használta föl az ÉSZ ezt a csomagosztást. Ez az is alátámasztja, hogyha megnézzük a Facebook oldalukat, és ez az adományosztást végignézzük, akkor állandóan ÉSZ-es pólóban, mintha az ÉSZ csomagja lett volna, mintha az ÉSZ adományozta volna ezeket a csomagokat, illetve nem tartották be a véleményünk szerint a jogi követelményeket, és nem azoknak adták, vagy nem csak azoknak adták ezeket a csomagokat, akiknek ez hivatalosan járt volna. A rendőrségnek 3 munkanapja van eldönteni, hogy kell-e nyomozást elrendelni az ügyben, avagy sem. A kiegyensúlyozott tájékoztatás egyében megkérdeztük az ilyen szexárd frakció vezetőjét, kívánnak-e reagálni a Szabó Balázs által elmondottakra. Adásunkig nem kaptunk választ. Szinte lehetetlen hétköznapokon munkaidőben parkolóhelyet találni szexárdon, amióta az egész országban ingyenes a parkolás, azok is kocsiba ültek, akik korábban nem használták munkába járásra az autójukat. Ács Rezső, a Tolnai megyeszékhely polgármestere azt mondja, a mostani helyzet megmutatta, hogy a parkolás ingyenesé tétele nem lehet jól működő modell egy szexárd méretű városban. Április 6-dik óta ingyenes a parkolás az egész országban. Az intézkedés célja az volt, hogy csökkentsék a tömegközlekedés leterheltségét, ezáltal az emberi érintkezések számát is, hogy a koronavírus lassabban terjedjen. A járvány viszont azóta lecsengett, a parkolás július 1-jéig tartó ingyenességét mégsem oldották fel. Emiatt Szexárdon a városközpontban hétköznapokon munkaidőben alig lehet üres helyet találni. Sokan ugyanis, akik korábban busszal jártak, most inkább autóba ülnek, és vidékről is többen járnak be kocsival Szexárdra. Én inkább fizetnék, mit tudom én, 100-200 forintot csak lehessen parkolni. Most 3 kört tettem le, de hát itt tudtam most megállni.
Bár az ingyenes parkolás főleg az állandóan zsúfolt belvárosi parkolók miatt mostanra a legtöbb autósnak egyre terhesebb, a futárok például kifejezetten örülnek az intézkedés fenntartásának. Igazából sokkal több autó van most itt, így emiatt, mert ingyenes a parkolás, de így nekünk is jobb, mert nem kell fizetni, miközben dolgozunk a parkolásért, úgyhogy így azért nekünk könnyebb. Szekszárdon még az országos rendelet előtt néhány nappal döntött a város polgármestere a parkoló díjak ideiglenes elengedéséről. Ács Rezső viszont azt mondja, mostanra sok szekszárdi panaszkodott arra az elmúlt hetekben, hogy nehezen tudnak megállni a városban. Ez pedig a polgármester szerint azt mutatja, hogy az ingyenes parkolás hosszú távon nem működő modell egy forgalmas városban. Aki nem szokott autóba ülni, még az is beül. Majd az világosan látszik, hogy az ingyenes parkolás az nem egy működőképes modell lehet, hosszú távon legalábbis, hiszen a parkolásnak a pénzbeszedése mellett egy komoly forgalomszabályozó szerepe is van. A települési önkormányzatoknak egyébként nincs lehetőségük arra, hogy a kormányrendelettel szembe menve július 1 előtt megszüntessék az ingyenes parkolást. Lehessen inni egy pohár bort az ebédhez és utána autóba ülni, avagy sem, újra előkerült a zéró tolerancia eltörlése. Légli Otto, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke úgy véli, enyhíteni kellene a szabályokon. A szekszárdi borászokat megosztja a téma, a rendőrség pedig azt emelte ki, hogy jelenleg Magyarországon tilos az alkoholfogyasztás vezetés előtt. Ellenkező esetben 100 000 forintos bírsággal, jogosítvány elvesztésével és akár börtönnel is sújtható az itt a sofőr. Magyarországon több mint 10 éve zéró tolerancia van érvényben az utakon. Ez azt jelenti, hogy semennyi alkoholt nem szabad inni vezetés előtt, ellenkező esetben 100 000 forint bírságra, a jogosítvány elvesztésére és akár börtönbüntetésre is számíthatunk a véralkohol szinttől függően. A borászok nem értenek egyet a teljes tiltással, mivel nem minden városban tudnak hazajutni az emberek tömegközlekedéssel a szórakozó helyekről. Ez különösen vidéken okoz problémát, fogalmazott Légli Otto, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Ez pedig nem segíti a vendéglátó helyeken történő borfogyasztást, szerinte. A borászok szerint ráadásul most különösen nagy szükségük lenne a szabályok változtatására, mert a borászatok nehéz helyzetben vannak a járványhelyzet okozta piaci visszaesés és a várható recesszió miatt. 60-80%-os visszaeséssel számoltak tavasszal. Tele vannak a pincék borral, a gazdák nem nagyon tudják azt eladni, és ha ezen a szabályon enyhítenének, annak a szakmai tanács szerint jelentős fogyasztás ösztönző hatása lenne. Mészáros Pál borász egyetért ezzel, úgy véli, el kellene törölni a zéró toleranciát. Nagyon kéne enyhíteni ezen a szigorú rendszeren, mert azokat, akik betartják, és hát innának egy deci bort, azokat büntetik, és azokat kéne büntetni, akik többet isznak, és tényleg hát italosan ülnek a volán mellé, és úgy okoznak balesetet. Mert régen is volt aratópálinka, és fenték a kaszát, és nem voltak újtalan kaszások. Tehát nem vágták el a kezüket még egy fél deci pálinkától se. Takler Ferenc borász azonban úgy véli, kedvező adózással és egyéb kedvezményekkel lehetne segíteni az ágazatot, nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek a feloldása beláthatatlan következményekkel járna. Én, mint borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. Az Európai Közlekedés Biztonsági Tanács nem enyhítene, hanem épp szigorítana a szabályokon az Európai Unióban. Azt javasolják, hogy 2020-ban vezessék be a zéró toleranciát az unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér. Óriási károkat okozott az esőzés az elmúlt napokban megyeszerte. Tolnamös területén több pince is beszakadt, ami miatt megrongálódtak a közutak. A hatalmas esőzések óriási kárt okoztak megyeszerte múlt héten. Többek között Tolnamös területén, ahol a rossz vízelvezetésnek köszönhetően több pince is beszakadt. A pincék az ingatlan területén kezdődnek, és nem szokványos módon a közút alá futnak ki. A pincék beszakadásával tehát megrongálódtak a közterületek is. A polgármesteri hivatal gyors beavatkozásra kényszerült a további károk elkerülése érdekében. Voltak olyan beszakadt pincék, amik a biztonságos közlekedést akár a járdán, akár a járda és az út között akadályozták,
ezért úgy döntöttem, hogy ezeket SOS betömjük ezeket a pincéket. Nyilván a tulajdonosokkal minden alkalommal egyeztettünk. A rossz vízelvezetés több mindennek köszönhető Tolnamőzsön. Egyrészt annak, hogy az emberek a csapadékvizet nem a megfelelő módon vezetik ki az utcára, és a vízelvezető árkokat sem tartják tisztán, sőt, van, ahol terméskövekkel torlaszolták el az átfolyót. Sokan le is betonozták az ingatlanjuk előtti árkot, hogy jobb parkolási felületük legyen, ám nem vették figyelembe az árkok és átfolyók főszerepét. A Pesshoffer Ágnes polgármester szerint közösen kell megoldást találni erre a problémára. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője elárulta, hogyan lehetne megelőzni az ilyenfajta károk keletkezését. Az árkok és a vízelvezetőknek az átfolyását kell biztosítani. Hogyha ezek megvannak, akkor jó eséllyel nagyobb mennyiségű víz fog tudni adott időn belül eltávozni. Értem ez alatt a tisztítás alatt akár egy fűvágást a galjakkal vagy másik hordalékkal eltömődött árkok gyakorlatilag, vagy vízelvezetőknek a tisztítását, ez megint csak beletartozik ebbe. Tolna megyében csak múlt héten több mint 40 riasztás érkezett. Voltak olyan területek, ahol 60-70 mm csapadék is hullott egy nap. A vihar főleg Tolna, Szedres, Fácánkert és Dunaszentgyörgy környékén centralizálódott. Ebből kifolyólag itt is voltak a legnagyobb károk. A munkák nagy részét a vízszivattyúzás és a veszélyes kidőlt faágak eltávolítása tette ki, de a villám is okozott tűzeseteket. A hivatásos állomány munkavégzését a környező települések önkéntes tűzoltó egyesületei is segítették. Magyarországon több mint 10 000 kerékpárt lopnak el évente, ami előkerül nyilvántartás hiányában, többségében nem tudják visszaadni gazdáiknak. Pakson kerékpár regisztrációs délután tartottak a rendőrség parkolójában, térítésmentesen vették nyilvántartásba a bicikliket. A paksi rendőrkapitányság parkolójában bíró Ilona Mária, rendőrfőtörzsőrmester, bűn- és balesetvédelmi előadó várta a kerékpárjukat regisztrálni kívánó lakosokat. Nagy volt az érdeklődés, a délután folyamán 42 kerékpárt vettek nyilvántartásba Pakson. Magyarországon több mint 10 000 kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosítatlan. Így, ami elő is kerül, nyilvántartás hiányában többségében nem tudják visszaadni gazdáinak. A kerékpárlopások felderítésének egyik leghatékonyabb eszköze egy egységes nyilvántartási rendszer, ahol a bicikliket egy központi adatbázisban egyedi azonosító jeleikkel együtt regisztrálják. A BikeSafe vagyonvédelmi program legfőbb célja a két kerekűek legfontosabb adatainak és fotóinak nyilvántartásba vételével a bűncselekmények megelőzése, az eltulajdonított kerékpárok azonosításának, a lopások felderítésének elősegítése. Ma már igen értékes kerékpárok rólják az utakat. Érdemes nyilvántartásba vetetni, ezzel is segíteni a felderítés lopás esetén. A helyi rendőrkapitányságok bűnmegelőzési szakembereinél folyamatosan lehet jelezni, ha valaki regisztráltatni szeretné kerékpárját, mely térítésmentes. A nyilvántartásba vett kerékpár adatai és fényképe lopás esetén a rendőrség BikeSafe oldalán azonnal nyilvánossá válik, így a körözés elrendelése sokkal pontosabb és szakszerűbb. A polgárvédelemben egyre jobban kezd elterjedni a lovas polgárőrök bevetése, már ott, ahol erre adottak a feltételek, vannak a sportra fogható lovak, s azokat megülni, irányítani képes lovasok is. Ebben élen járó országos viszonylatban Tolna megye, ahol már 6 polgárőr lovas egyesület működik. Kapcsolódva az Országos Polgárőr Szövetség lovas tagozatához, Várdombon az elmúlt hétvégén szombaton országos szakmai továbbképző konferenciát szerveztek. Tolna megye a lovas polgárőrök számában, szervezettségében országosan élen járó, 9 lovas egyesület, 50 tagja végez szolgálati munkát megyeszerte. Olyan réteg csatlakozik, mint lovas tagozat aktív tagja a polgárőrséghez, akik magasan kvalifikált, természet és állatbarátok. És ezt a kettőt a kölcsönös jó elmélet alapján, mint hobbit, csatlakoztatja a közvetlen közbiztonsághoz, és ez a lakosság Tolna megyének az előnyére válik. Persze a lovat jól megülni képes egyéneknek is szüksége van a bűnmegelőzéssel kapcsolatos polgárőri ismeretekre, empátiára, hova tovább lélek jelenlétre is bizonyos szituációkban. Ő ugyanis nem hobbi lovagol ekkor, hanem szolgálatot teljesít, hangsúlyozta felszólalásában a lovas tagozat országos elnöke.
amikor itt a karitatív tevékenységeken túl a bűnmegelőzést helyezzük a középpontba, és esetlegesen a stratégiai partnerünkkel közösen, a rendőrséggel valamilyen eseményen bevonva, ennek a lónak úgy kell viselkednie, mint egy nagyon jó bejáratott gépjárműnek, ha ezt a hasonlatot mondhatom. A Várdombi Országos Konferencián a módszertani tapasztalatok átbeszélése, megvitatása mellett ismertették az Országos Polgárőr Szövetség Házhoz visszük a lovat program részleteit és egyéb támogatási lehetőségekről is szó esett. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megújult a Hegyháti Általános Iskola, energetikai fejlesztést hajtottak végre Mágocson. Megújult csoportszobák, mosdók és új tornaszoba, átadták a felújított Babarci óvodát. Rászoruló gyermekeknek gyűjtenek, ismét összefogtak a pécsi edzők egy jó cél érdekében. Energetikai fejlesztést végeztek a Mágocsi Általános Iskolában. Az épület szigetelés és a nyílászárok korszerűsítése mellett napelemrendszert, új kazánt építettek be az oktatási intézménybe. Az ünnepélyes átadót csütörtök délután tartották. Megújult a Mágocsi Általános Iskola épülete. Csütörtök délután adták át hivatalosan az ingatlant. Ez a nagy épület együttes három különböző részből áll, amelyet három különböző időpontban építettek, és igazából most kapott egy egységes, mondhatjuk így, hogy egységes felületet, egységes szint, tehát azt mondhatjuk, hogy most úgy valóban egy épületté vagy egy épület együttessé állt össze az egész. Jelenleg az iskolának már sajnos csak 136 tanulója van, valamikor még 400-500 gyerek is járt ide. Mágocsról és a környező településekről érkeznek a tanulók. Szeptembertől már a korszerűsített intézményben kezdhetik meg a tanévet. Szinte teljesen megújult a Mágocsi Általános Iskola. Energetikai beruházásként napelemrendszer került az épületre, le lett szigetelve, nyílászáró cserék lettek, fűtéskorszerűsítés, és az épület mögött található tornatermet is teljesen felújították kívülről. Amit mi nem látunk, de a tetőn van, begyűjteni a nap energiáját is, ebből meleget és fényt is, energiát csinálni, az egy korszerű zöld energia. Az ilyen beruházásokat pedig támogatja a kormányzat, mondta köszöntőjében a terület országgyűlési képviselője. Összesen 183,4 millió forintból valósították meg a Mágocsi iskola korszerűsítését. Teljesen megújult csoportszobák, mosdók, tornaterem és foglalkoztatóhelyiség is várja szeptembertől a Babarci óvodásokat. A baranyai településen most adták át a közel 80 millió forintból felújított óvodát. Idén 32 kisgyermek járt az intézménybe, melynek maximális férőhelye 50 fő. Gyerekek táncolnak és énekelnek a felújított Babarci óvodában. A baranyai településen már 2016 óta tervezik az épület korszerűsítését, mostanra el is készültek a munkálatokkal. A csoportszobák, a mosdók teljes körű felújításon estek át, de korszerű nyílászárókkal és napelemmel is gazdagodott az épület. Az átadó ünnepségen a Baranya megyei közgyűlés elnöke elmondta, közel 6 milliárd forintból megyeszelte történtek hasonló beruházások. Őri László kiemelte, az elmúlt időszakban 29 helyszínen, nagyobb városokban és kisebb településeken is újultak meg bölcsödék és óvodák. Most itt Babarcon közel 80 millió forintból sikerült a helyi kivitelezőnek köszönhetően, a helyi közösség elszántságának és a támogatásnak köszönhetően újjávarázsolni a régi épületet. A ősztől 50 kisgyermek tud valóban egy 21. századi, és talán ami ennél is fontosabb, a szülők elvárásainak megfelelő környezetben, óvodába vinni reggelente a gyermeket. A következő években a gazdaságfejlesztési és a munkahelyteremtési források mellett elsőbséget élveznek az óvodák és bölcsödék fejlesztése, tette hozzá Őri László. Az eseményen elhangzott, a fiatal generáció múlik az, hogy a mostani európai demográfiai mutatókat megfordítsák. Olyan körülményeket kell teremteni az országban a költségvetésnek is, hogy a magyar fiatalok itt akarjanak élni ebben az országban, és merjenek és tudjanak gyermekeket vállalni. Ehhez kell direkt családtámogatás, ami szó szerint a családokat érinti, de kell egy olyan intézményi környezet is, ahova ezek a kicsi gyerekek elkerülnek, jelesül 3 éves korban az óvodába. Babarcon én azt gondoltam, az, ami itt most látható, a babaciak minden
mindent megtettek azért, hogy hát itt a térségben is élharcosai legyenek az ilyen típusú gondolkodásnak. A Babarci óvoda a csoportszobák mellett egy új tornaszobával is bővült, és külön foglalkoztató termet is kialakítottak. Az idei tanév 32 gyermekkel indult, akik két csoportban kaptak helyet, de a következő években szeretnék bővíteni a létszámot. Ismét összefogtak a pécsi edzők egy jó cél érdekében, hatféle mozgásformát próbálhatnak ki az érdeklődők a Mozogjon velünk elnevezésű sport délutánon. A részvételi díjból befolyt összegből 30 hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő kisgyermek egyhetes balatoni táboroztatását segítik a szervezők. Spinning, gymstick muscle, balett alapú tánctréning, spin racing, hip-hop és köredzés. Ennyiféle mozgásformát próbálhatnak ki az érdeklődők június 27-én. A jótékony célú kezdeményezéshez 7 pécsi edző csatlakozott. Körülbelül 6 évvel ezelőtt is megszerveztünk egy jótékonysági sportnapot. Akkor egy 120 fős tekerés volt Pécsen a Kossuth téren. Én körülbelül 3 hete kaptam egy telefonhívást, hogy jó lenne valami hasonlót összehoznunk, 2 hét múlvára, illetve jövő hét szombatra. Innen indult el az egész gondolat, úgyhogy a háttérben, amit láthatnak a kedves nézők, ugye itt a Kátler fitness teremnek a parkolójába fog megrendezésre kerülni június 27-én egy sportnap. Többfajta mozgásformát fogunk felsorakoztatni. A részvételi díj minimum 1000 forint. A befolyt összeget teljes egészében az élménytár tanodának ajánlják fel az edzők. A sportnap egyébként egy 3 hete zajló gyűjtés záró eseménye lesz. Összesen 1.100.000 forintra lenne szükség. Mély szegénységben élő gyerekek járnak hozzánk javarészt, körülbelül 55 gyerekkel van kapcsolatunk, és közül az 55 gyerek közül minden évben van 30, akik szeretnének eljönni velünk táborozni a Balatonra. Ez egy nagyon nagy esemény nekik, mert hogy egyébként máshogy nem juthatnának el nyaralni, tehát ez az egyetlen lehetőség, hogy táborozhassanak, meg nagyon sokan ilyenkor látják először a Balaton. A június 7-i sportnap 14 órakor Seres Vivien spinning órájával kezdődik, majd Lukácsi Bernadett tart gymstick muscle órát. Ezután balett alapú tánctréning lesz Bali Barbarával és Markó Évával, majd spin racing Boros Lindával, végül Horváth Tamás hip-hop órát, míg Reisz Dániel köredzést tart. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Feljelentés az önkormányzati adománycsomagok miatt. A városvédők szerint súlyos szabálytalanságokat követtek el az ilyen szexárd tagjai. Zéró tolerancia. A borászok egy része enyhítene a szigorú szabályokon. Villámárvíz. Pincék szakadtak be Tolnán a nagy esőzések miatt. Túlzsúfolt parkolók. Szexárd polgármestere szerint az ingyenes parkolás nem lehet jól működő modell. Kedden erős marad a szél, de már túlnyomóan napos csapadékmentes időre számíthatunk, emelkedik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. A naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!